Jelenleg is bontják az elöregedett térburkolatot a Benczúr téri Vénusz szökőkút körül. A Zöldváros kialakítása Nyíregyháza területén című pályázat keretein belül a szökőkút 7 méter helyett 10 méter átmérőjű lesz, és a körülötte lévő terület új szilárd térkőburkolatot fog kapni. A parkot különleges burkolatú tanösvények és sétányok teszik majd átjárhatóvá. Ez egy vízelvezető, vízelteresztő burkolat típus, teravé néven futó burkolat típus, amelyet gyakorlatilag az ilyen park építéseknél, nagyobb összefüggő felületeknél elég előszeretettel alkalmaznak, műgyanta alapú, és rendkívül természetközeli hatást kelt. Nagyon szép lesz, reméljük, hogy itt a téren is jól fog majd mutatni. A teljes beruházásra közel 1,2 milliárd forint 100%-os visszanemtérítendő támogatást kapott az önkormányzat, amelyhez még hozzátettek 162 millió forinton erőt. A Zöldváros kialakítás projekt 5 elemből áll. Talán a leglátványosabb itt a Benczúr-Bessenyei tér felújítása, a másik területünk a Bújtosi tavak környéke, az egész Bújtosi Városliget, a harmadik a Pazonyi tér, a negyedik az Arany János utca, ugye ott már évek óta átadtuk a körforgalmat, és egy pályázati lehetőségre vártuk, hogy a zöld felületet is hozzá tudjuk tenni, ez most hála Istennek megvalósul. És van egy épületfelújításunk a Bocskai út 16 szám alatt, ami a régi szép épületek megőrzése, megóvása és felújítása a programba is illeszkedik. A program részeként a Bessenyei téren a Móricz Zsigmond Színház főbejáratával szemben térkőburkolattal ellátott pihenőfelület épül, ahol egy új szökőkút is helyet kap, valamint egy 500 méter hosszú, gumiburkolatú futópálya is. A Benczúr téren a játszótér megújítása mellett annak környezetében szociális épület létesül, ahol kézmosásra és WC használatra is lesz lehetőség. A szerződés szerint a projekt első üteme szeptember 24-én zárul, azonban a Benczúr téri munkálatok a tervek szerint már az augusztusi Vidor megnyitóra elkészülhetnek.